Mai vendégünk dr. Csibis Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csókolom, és köszöntöm a kedves televízió nézőket én is. Nos, az energiaital egy olyan üdítő, amely egy bizonyos szintig fokozza a szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és ugye a kitartó képességünket, viszont egy szinten túl nagyon sok árnyoldaláról hallhatunk. Beszéljünk erről, hogy barát, hogy ellenség az energiaital. Az energiaitalról azt kell tudni, hogy valóban, ahogy ön is mondta, az elsődleges rendeltetése, hogy energiát és éberséget adjon. Talán kevesen tudják, hogy több mint 120 éve van közöttünk ez az ital, ugyanis 1901-ben készült Skóciában az első energiaital. A kérdésére pedig az, hogy barát vagy ellenség, hát ez a felhasználástól függ, és engedjen meg, hogy egy példát mondjak erre. Tehát a tégla az barát vagy ellenség. Hát amikor a házunkat építjük vele, amely az otthon melegét adja, akkor nyilván barát. De amikor a fejünkre esik, akkor nem biztos, hogy szintén barátként tekintünk rá. Na most az energiaital is, én azt gondolom, hogy a felhasználás és fogyasztási javaslatok figyelembevételével az igenis barát lehet a mindennapokban. Másik nagyon fontos kérdés az az, hogy ugye kiknek ajánljuk az energiaitalt, kiknek nem ajánljuk. És egy nagyon fontos szintén az is, hogy mértékkel lehet csak és kizárólag fogyasztani, mint minden mást. És erre is hagyd mondjak egy példát. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a víz az emberi élet számára nélkülözhetetlen, és minden nap mindnyájunknak kellene fogyasztani legalább 2,5 litert belőle. De azt már talán kevesen tudják, hogyha egyszerre megiszunk 6 liter vizet, akkor attól meghalunk. Tehát még a víznél sem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk, a mértéket ott is be kell tartani. Mi az energiaital rendeltetése? Beszéljünk róla. Az energiaital elsődleges rendeltetése, hogy energiát és éberséget adjon. Energiát a benne lévő szénhidrát, azaz a cukor biztosítja, az éberséget pedig a koffein. Ezen kívül miket tartalmaz még az energiaital? Nagyon sok mendemondát lehet hallani egy valódi energiaital tartalmáról. Én például hallottam olyat, hogy használt női harisnyákat is beletalálnak állagjavításképpen, de hát ez természetesen ezek olyan mítoszok, amelyeket szeretnénk lerombolni. Egy valódi energiaitalnak 9 fő összetevője van. És anélkül, hogy untatnám a kedves televíziónézőket, felsorolva röviden, ez víz, cukor, ugye amit a szénhidrátról beszéltünk, a citrátok, szénsav, koffein, karamell, aromák, amelyek az ízvilágot biztosítják, ezen kívül jótékony hatású egyéb összetevők, itt például beszélhetünk a guaránáráról, vagy a L-karinténről, és nagyon kevesen tudják azt is, hogy egy valódi energiaital legalább 5 féle B-vitamint tartalmaz, és nem is kis mennyiségbe. Hallom néha azt is, hogy azért van feltüntetve a B-vitamin, mert ez ilyen marketing jellegű fogás. Hát nem, egy valódi energiaitalnak magas a B-vitamin tartalma. Talán kevesen tudják, hogy a petrezselyem az egyik legmagasabb B-vitamin tartalmú zöldség, és mit gondol, mennyit kellene petrezselyemből elfogyasztanunk ahhoz, hogy annyit B-vitamint juttassunk a szervezetünkbe, mint egy valódi energiaitalban van. Most segítek, 3 kilót kellene belecsipeketnünk a levesünkbe. Akkor mi annak az oka, hogy sokak viszont teljesen mértékben elzárkóznak tőle, támadják, negatív kritikákat fogalmaznak meg az energiaitallal szemben, ha ennyi jótékony összetevőt tartalmaz? Erre én nem tudok igazából választ adni, talán próbáljuk meg úgy megközelíteni a kérdést, hogy mi lehet a probléma. Nyilván, mint mindennél, ahogy mondtam, a gond az lehet, hogyha mértéktelenül fogyasztjuk. Egy energiaitalnál mi az a mérték, amit lehet fogyasztani? Nos, erre az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság végzett egy nagy kutatást, több mint 66.531 embert vizsgáltak meg, és a kutatásnak az volt a cél, hogy megállapítsák, hogy mennyi az a koffein mennyiség, amit egy egészséges felnőtt egyszerre, illetőleg egy nap összesen elfogyaszthat. És az a kutatás megállapította, hogy koffeinből 200 mg-ot lehet egyszerre, azaz 2 ilyen doboz valódi energiaitalt, illetőleg egy nap összesen 400 mg, azaz 5 doboznak megfelelő energiaitalt lehet egyszerre elfogyasztani, biztonsággal, aggálymentesen. Sokszor lehet hallani, hogy mennyi koffein van egy valódi energiaitalban. Egy valódi energiaital koffein tartalma 80 mg, és hogy mennyi ez a 80 mg, ez körülbelül egy presszó kávéban lévő koffeinnek felel meg. És azért mondom, hogy körülbelül, mert az energiaitalnál pontosan lehet tudni, hogy 80 mg van 250 ml-be, egy kávé koffein tartalma az függ a kávébabtól,
az elkészítés módjától, és még számos más dologtól, de körülbelül egy energiaital, egy csésze presszó kávé koffeinnek felel meg. Többször említette már, hogy a valódi energiaital. Nem véletlen. Mert számos energiaital van egyébként a piacon. Mi a különbség? Mitől valódi a valódi? Mi az, ami nem valódi? Mennyire lehet az káros az emberi szervezetre fogyasztás esetén? Egy valódi energiaitalnál, ahogy mondtam, a legfontosabb az, hogy legyen benne megfelelő cukor, hiszen ez adja az energiát, és legyen benne megfelelő mennyiségű koffein, ami az éberséget biztosítja. Könnyű az belátni, hogy az az ital, amelynek az energiatartalma nulla, tehát zéró cukrot tartalmaz, annak az energiatartalma is közel nulla. Nyilván egy energiaital tartalmaz egyéb energizáló összetevőket is, de ezeknek az energizáló hatása a cukorhoz képest elenyésző. És azt gondolom, hogy azt sem kell nagyon bőven magyarázni, hogy annak az italnak, amelynek a koffein tartalma megegyezik egy üdítőjével, vagy egy kóláéval, akkor azt nyilván lehet üdítőnek nevezni, lehet kólának nevezni, de semmiképpen nem energiaitalnak. Tehát én mindenképpen azt javaslom a fogyasztótól, aki valóban egy kis energiaitalt azért vásárol meg, mert egy kis energiára és éberségre van szüksége, az mindig ellenőrizze le az összetevőket. Nagyon fontos, hogy pontosan azok az összetevők vannak benne egy energiaitalban, és abban a mennyiségben, amennyi a csomagolásán fel van tüntetve. Tehát mindenki meg tudja győződni arról, hogy mennyi koffein, mennyi szénhidrát és milyen egyéb összetevők vannak abban az adott italban. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és eloszlatta a kételyeket az energiaitalról, hiszen én úgy gondolom, hogy a nézők is nagyon sok hasznos, fontos információval gazdagodtak. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.